Átadták a felújított Tátra, Hársba és Szabadság utcát Csornán. A beruházás meghaladja 100 millió forintot. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A Tátra út felújítás alkalmából gyűltünk most össze, és elérkeztünk ide is, ahogy szoktam mondani, hogy végre ez az utca is teljesen új burkolatot kapott, nagyon ráfért már erre az útra, ráadásul egy gyűjtőútról van szó. Én azt kívánom mindenkinek, hogy használják egészséggel, próbáljanak meg azért nem olyan gyorsan menni rajta, de reméljük, hogy minél tovább megfelelő állapotban fogják tudni használni. Nagyon szépen köszönöm a testületnek, valamint a belügyminisztérium kapcsán a kormánynak is, hiszen ennek az útnak a felújítása, ez pályázati úton ment, ami annyit jelentett, hogy 65%-át az útfelújításnak a kormány biztosította, mint egy 35%-át pedig önkormányzati forrásból lett megvalósítva, és nagyon szépen köszönöm a kivitelezőnek is, a kivitelezőknek, a Svitelszki Kft.-nek, illetőleg az Arviának, aki a vállalkozóként ilyen szép és jó minőségben elkészítette, úgyhogy használják egészséggel. Köszönöm szépen polgármester asszony szavait. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát és azt gondolom, hogy tényleg egy mai nap egy ilyen örömteli nap, hisz a Tátra utca mellett még két utcát adhatunk át, és hogyha valaki majd jár erre itt a Tátra utcába, az látni is fogja, hogy egy Csorna talán az egyik leghosszabb utcája a Tátra utca, tehát nagyon komoly beruházásról volt szó, és amellett, ahogy polgármester asszony is elmondta, komoly gyűjtő utca, hiszen négy utca csatlakozik erre a szakaszra, amit felújítottunk. És hát itt szeretném én elmondani, ami tegnap elhangzott testületi ülésen is, mivel ide csatlakozik a Tátra utcára, bár nem az én körzetem, de hogy a Szatmári utca az idejébe, az önkormányzat költségvetésébe szerepel, mint felújítandó utca, amire pályázatot is nyújtottunk be, úgyhogy erre az útra csatlakozó összes utca fel lesz újítva, tehát aki erre közlekedik, azt gondolom, hogy nem tud már rossz úton menni. Én is szoktam itt a városban biciklivel járni, és tényleg most már keresni kell azokat az utcákat, hogyha valahol rossz úton akar az ember menni, hál' Istennek, hisz rengeteg utcát sikerült az elmúlt időszakban felújítanunk. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, testületnek, kivitelezőknek, mindenkinek, aki támogatta ezt, meg köszönöm a lakosoknak a türelmét, hogy elviselték itt a felújítás alatt a nehézségeket, de bízom benne, hogy most meg ugyanúgy élvezni fogják majd ennek az eredményét. A beruházási költség az közel 70 millió forint volt ennek az utcának az esetében, és hogyha a többi utcát is beszámítjuk, akkor több mint 100 millió forintot költött az önkormányzat útfelújítása az elmúlt évben. A második utcában vagyunk, amit ma átadásra kerül. Szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben három utca került felújításra, és ezek közül ugye a Tátra út, akkor itt a Hásfa, ahol vagyunk, illetőleg a Szabadság út, és most a Hásfa utcában vagyunk, ami szintén felújításra került. 19-ben már a Rózsa utca felújításra került, és ezzel párhuzamos utca. Ez is egy nagyon rossz állapotban lévő utca volt, és hál' Isten sikerült, hogy tényleg én azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű utat csinálni. Használják egészséggel, és kérem, hogy vigyázzanak rá. Köszönöm szépen a szót, én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Szeretném kiegészíteni polgármester asszonyt. 14 millió forintba került az út felújítása, ami egy részét a pályázati költségek biztosították, a másik részét viszont az önkormányzat a saját költségvetéséből. Az egyes körzetben ez a harmadik utca, ami felújításra került. Három utca maradt még hátra, aminek nagyon rossz a felülete, nem fogjuk elfelejteni. Arra törekszünk, hogy ezt a három utcát is felújíthassuk. Ezek a Liget utca, ami tudjuk, hogy nagyon-nagyon rossz, a Toldi utcának a második szakasza és az Erkel utcában van még egy szakasz, amire nagyon ráfér az útépítés. Használják egészséggel. A mai nap ez most már a harmadik utca, amit átadásra kerül, a Szabadság utca. Itt azért szeretném elmondani, hogy szintén pályázatos forrásból lett felújítva, amihez az önkormányzat a megfelelő
önerőt hozzátette. Itt is szeretném megköszönni a kivitelezőknek a munkát, és ráadásul ebbe az utcában nem is volt egyszerű dolguk, ugyanis a csapadékvizelvezetést is meg kellett oldani. Miután itt szikasztóárkoknak a kialakítására nem volt lehetőség, hiszen a közművek úgy mennek, hogy nem lehetett megcsinálni, ezért van az, hogy ilyen kászegéllyel lett végig megcsinálva, hogy a csapadékvizet is meg lehessen ezáltal oldani az elvezetését. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan utca, amire nagyon-nagyon ráfért már a felújítás, és itt nem az elmúlt pár évről beszélek, hanem sokkal régebb óta, most már olyan rossz állapotban volt, hogy mindenféleképpen szükséges volt, hogy ide is eljussunk. Úgyhogy én azt kívánom, hogy használják egészséggel, és megfelelő állapotot azért próbáljuk meg ezt a nagyon szépen felújított utcát megőrizni. Köszönöm. Köszönöm polgármesterasszony szavait. Tisztelt csornaiak, tisztelt Szabadság utcai lakóközösség. Sok évvel ezelőtt, amikor megkérdezték a csornai polgárokat, hogy mik lennek azok a legfontosabb problémák, amelyeket orvosolni kell, a legfontosabbként a közutaknak a fejlesztését, felújítását nevezték meg. Városi szinten az önkormányzat elkötelezte magát ez mellett, és a 2020-as nehéz évvel dacolva is, ahogy polgármester asszony említette, három utcát sikerült felújítani. Ez mellett természetesen volt járdafelújításunk is. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett az ez irányú munka mellett, és remélhetőleg a 2022-es évben a Szatmár utca felújításával tudjuk folytatni ez irányú tevékenységünket. Köszönöm a támogató önkormányzatnak, a kivitelezőknek, köszönet a kellemetlenséget elviselő lakosoknak, használják egészséggel, ugyanakkor óvják és vigyázzanak is rá. Köszönöm.